Nézőt, mert várakozik a vonalban. Haló! Haló, haló! Haló, jó napot kívánok, Koltai Ildikó vagyok. Jó estét kívánok. Csak picit próbáljon hangosabban beszélni, vagy a stúdióban hangosítsák föl, mert itt megpróbálok hangosabban beszélni, jó, felhangosítjuk jó. A tévét is. Üdvözlök mindenkit a stúdióban, különösképpen Bencsik urat. Bencsik urral ismerjük is egymást, nem biztos, hogy emlékszem rá. De én most nagyon szomorú vagyok, és nagyon elkeseredett vagyok, mert akkor, amikor ma Magyarországon előfordulhat az, hogy egy bűnözőt behívnak egy nézett tévében, és egy olyan emberrel ültethet szemben, aki tiszteletre és becsületre méltó, és neki meg kell védenie az önmaga igazát, és akkor, amikor ez a vita, mert nem arról szól, amiért elkezdődött, nevezetesen arról, hogy kit fenyegetett meg, mikor és miért, hanem elmegyünk megint egy olyan témába, és azzal próbálják a szemben ülőt lefegyverezni, hogy volt-e holokauszt Magyarországon vagy sem, akkor bizony nagyon el vagyok keseredve, mert 4 év alatt ilyen nem fordulhatott elő 98 és 2002 között, hogy egy bűnöző ül szemben tiszteletre méltó emberekkel, és elszomorít és elkeserít, hogy most 2002. júliusban ez előfordulhat itt egy nézett kereskedelmi televízióban, és ez az önök hibája. Köszönöm szépen, asszonyom, ez is egy vélemény. De szabad azért... erre reagálnom? Igen, tisztelt asszonyom, nem az én dolgom Tasnádi Pétert véde, de most mégis ezt fogom tenni. Amikor elmentem hozzá, éppen azért mentem el hozzá, mert ahogy elmondtam önnek, azt gondolom, hogy ha nem vagyunk képesek megkísérelni annak a lehetőségét, hogy tudni, fönnállt az az eshetőség is, amit Tasnádi Péter itt fölvetett, én nem, ugyanis nem ismerem az illető ügyvédet, a nevét sem tudom. 2 sajtó orgánumban olvastam ezt a hírt. Bizony az is elképzelhető, hogy ez nem igaz. Tehát úgy gondoltam, hogy egyrészt demonstrálnom kell azt, hogy lehet szóban valamit elrendezni, másrészt úgy gondoltam, hogy a magam szerény módján jeleznem kell, hogy ha nem is ő, hanem esetleg valaki valóban a őre hasonlító, honnan az ő nevében esetleg valóban megfenyegette a Lovas Istvánt, hogy mindjárt közös érdekünk, hogy a jog talaján maradjunk. Tehát azt hiszem, hogy ezt a beszélgetést, ha most így folytatnánk, nekem nagyon könnyű lenne azt mondani, hogy önnek azt mondja, igaza van, ez egy bűnöző. Egyezünk meg abban, mindenkinek joga van a harcolni az emberségért. Nekem éppen az fáj, hogy Tasnádi Péter szavaiból is kitűnik, hogy egy hatalmas előítélettel jött, tehát én valóban abban a beszélgetésben, amikor ő azt mondta, hogy ti nácik, fasiszták vagytok, és én azt mondtam, hogy mi nem nácik vagyunk, nacionalisták, nemzetiek, ez nagy különbség, és én felelősséggel kimerem jelenteni minden a legkeményebb jobboldali nevében is, hogy sem zsidót, sem más nemzet, gyermekét senki nem akarja elüldözni. Ez a gondolat soha föl nem vetődhet, és nem is fog felvetődni soha. Ellenben nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a magunk büszkeségére. És most nem mennék bele abba, hogy ki az, hogy magyar, azt hiszem, ezt mindjárt, hogy magyar az, aki magyarnak vallja magát. De most úgyhogy maradjunk a labban tényleg jelent meg ilyen írás Tasnádival összefüggésben, hogy ez a címerre. 2 dologról van szó. Szóval azért ez sugal valami. Hát nincs nálam az újság, Tasnádi Péter, amikor ott jártam, ezt a szemembe rájtta, és bár mindent elolvasok az újságban, és egyébként megmondom, hogy tökéletesen azonosnak vallom magam az újsággal, azért vagyok a főszerkesztője, tehát minden betűért 100%-os felelősséget vállalok. Most úgy néz ki, hogy egy cikk miatt lesz is bajom rendesen, hogy ezzel együtt azt mondanám, hogy ja igen, elveszettem a fonalat, térjünk a dologhoz vissza. Kedves hölgyem, ilyet nem lehet csinálni. Tehát olyat nem lehet mondani, hogy egy bűnöző meg egy rendes ember beszélget. Itt most nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy egy nagyon éles konfliktus támad, amelyet igenis az is jelzett, és nem félelmünkben hívtuk ide ezeket az embereket, hanem annak bizonyítására hangzott el egy hívás, egyetlen egyszer egy újságban, hogy a szólásszabadság védelmében és érdekében demonstráljanak.
az fenyegetheti sok mindenki, nem csak Tasnádi Péter, ő úgy veszem észre, hogy ő a legkevésbé az, aki fenyegeti, ezt jobban fenyegeti például a Kokhály-Újhelyi István és sok mindenki más is, Tamás Gáspár Miklós, aki a náciktól való félelmében egyenesen azt javasolt, hogy borogassák fel azon pavilonokat, ahol a náci sajtótermékeket forgalmazzák. Életrajzomból, mely hézagos volt, kimaradt az a történet, amikor engem az MDF-ből egyéb iránt közlöm veled, azért zártak ki, mert az SZDSZ-re kétségkívül indulatos cikket írtam, és ezt bizonyos orgánumokban, bizonyos közveti szereplők náci alapvetésnek minősítették, elindult ellenem egy hetsz kampány, hogy egy utalásra is reagáljak. Valóban dolgoztam a Népszavánál, a Népszabadságnál is, az Esti Hírlapnál is, korábban a Somogyi Nép, ez mind pártlap volt, de viszont párttag nem voltam. Azon kevesek közé tartozom, nem is csináltam karriert egészen a fordulatig. Egyszer léptem be pártba az MDF-be, ez egy szerelmi dolog volt, hát ez a szerelem nem tartott sokáig, csak 2 évig, mert aztán kizártak azzal, hogy náci vagyok. Én azóta vagyok érzékeny arra, amikor valaki bármilyen bélyeget rásütnek, mert az illető egész egyszer nem tud ellene védekezni. Akkor én viszont válaszolnék a telefonáló kérdésére. Hát először is nem vagyok bűnöző. Tisztában kellene lenni a telefonálónak a jogi fogalmakkal. Engem első fokon nem jogerősen ítélt el a Magyar Köztársaság Bírósága, és mi felmentésért folyamattunk, úgyhogy várjuk meg, hogy mi lesz a másodfok döntése, és aztán majd utána foglaljon állást, hogy én bűnöző vagyok-e vagy sem. Viszont a lovas úrra nyugodtan mondhatta volna, hogy bűnöző, hiszen a lovas urat kétszer büntették meg. Egyszer 1962. július 28-án a PKKB fiatalkorú bírósága 2 rendbeli erőszakos nemű közösülés büntetébe, mint bűnsegédet, 1 rendbeli lopott kulcs használatával Tolvaj Szövetségbe elkövetett lopás büntetében, és egyéb bűncselekményekben, orgazdaság és stb. 1 évet ült a lovas úr, és 9, illetve 1 évet kapott, és ebből 9 hónapot ült le. Ez egy erőszakos bűncselekmény. Aztán később elítélték 3 év 6 hónapra, abból 26 hónapot ült el, úgyhogy tessék körülnézni a jobb oldalon is, hogy kik hol ülnek. És aztán a lovas úr, aki nagyon hamar elfelejti, hogy milyen származású, akkor meg szeretném kérdezni, hogy lovas úr miért akart letelepedni Izraelbe? Ugyanis lovas úrnak a felmenőibe, a apai ágon zsidó származás van, és itt van a Jewish Agency-nek a levele, amit egyébként azért érdekes, és ezért meg is mutatnám, nem tudom, hogy kamera tudja venni, de azért elmondom, hogy az illető felesége, a lovas úrról van szó, és lánya 96-ban bevándorlási kérelmet nyújtott be a budapesti Szoknut irodába. Tehát lovas úrról van szó, feleségéről és lányáról. 96. szeptemberében megkapta a bevándorlási alia engedélyt, mint apai ágon zsidó származású unoka. Nagyon hiteles források szerint megtudtuk, hogy az illető ismert újságíró Magyarországon, ezt a Jewish Agency mondja, és sok antiszemita cikket jelentetett meg, és publikál a magyar sajtóban. Többek között cikkeiben a holokauszt tényét is tagadja. Ezen körülmények miatt alia engedélyét a nemzeti törvény 2. paragrafusa alapján visszavonjuk, mivel a bevándorlási törvények szerint, aki Izrael elleni gyűlöletet kelt, nem jogosult bevándorlási engedélyre, még nem fejeztem be. Összesen 2 embernek vonták vissza a bevándorlási engedélyét, az egyik az Adolf Eichmann volt, a másik pedig a lovas úr volt. Úgyhogy el lehet dönteni, hogy a lovas úr és a Adolf Eichmann úr milyen oldalon áll, és a Bencsik úr, aki fogal körömmel védi alapját, ami természetes, és én méltányolom is, azt mondja, hogy nem látta a cikket. Hát én saját magam mutattam meg neki ott az irodámban, sőt, föl is olvastam neki azt a részt, ami rólam szól, hogy én, hogy föl vannak háborodva. Nem tudom, hogy miért van fölháborodva állandóan ez a demokrata, meg ez a sajtóklub, amikor velem kapcsolatban bármi történik. Föl voltak háborodva, hogy én kóser étkezést kaptam a börtönbe. Alkotmányos jog. Föl voltak háborodva, hogy engem szabadlábra engedtek. Leírt. Miért vannak fölháborodva, hogy én szabadlábon vagyok? Azon kellett volna fölháborodni. Nem, szabadlábra engedtek, és úgy házi őrizetben, de fölháborodtak. Azon kellett volna fölháborodni, Bencsik úr, hogy hogy tarthatnak bent 32 hónapig ítélet nélkül. Mert egy európai kultúrországban ilyen nincs, hogy 32 hónapig bent tartják az embereket
ítélet nélkül. Úgyhogy az, hogy engem bűnözővé tettek, az a jobboldali kormány idején történt, pontosan, biztos ez a hölgy is, aki betelefonált, valószínű, hogy szimpatizáns a Bencsik úrnak, hiszen el is mondta, az olyan típusú emberek, mint a betelefonáló hölgy, meg a lovas úr, ezek tettek engem börtönbe, és ha hatalmon lennének, és ha sokáig lennének hatalmon, akkor igenis félő, hogy ennél sokkal súlyosabb dolgokat követnének el, úgyhogy benne van az ő beszélgetéseikben, amit itt a sajtóklubban lehet hallani hetenként, ami egyszerűen szédületes, hogy egyáltalán engedélyezik, hogy ők képernyőre kerüljenek, és hát ez az ATV felelőssége, mert ilyen színvonalú, ilyen röhögcsélő, magyar, jovális képű emberek itt beszélgetnek, és szidják az összes baloldali gondolkozású embert, meg a másképp gondolkozókat, nem tudom, szóval ez aztán minden színvonalat alulmúlt. Én a Bencsik úrnak nem vagyok az ellen, hogy nem tudom, hogy miért kell verni a mellét, hogy nem fél. Hát nem mondjuk azt, amikor megyünk az utcán, hogy nem eszek követ, meg mit tudom én, nem vagyok én autó. Hát ez egy természetes dolog. Miért kéne félni? Hát én nem vagyok egy félelmetes ember. Az, hogy miket írnak az ő barátok. Szóval egyébként annyit reagálnék én is erre a műsorra, hogy ez egy olyan dolog, hogy ugye választásoknál is ketté szakadt az ország, van jobb oldal, van bal oldal. A műsorokban is vannak jobboldali műsorok, vannak baloldali műsorok. Ez egy demokrácia képbe. Hát csak színvonal kell tartani, jó, uram. Itt fröccsögésről van szó, habzószájjal, vérbeforgó szemmel szidalmaznak embereket, és úszítanak embereket. Én nem akarok állásfoglalni se a baloldal mellett, se a jobboldal ellen. Én az ilyen típusú műsorokat nem nézem. Nem csak én, hanem nagyon sok jó érzésű ember nem néz. Világos. Hát nem kötelező, igen. Csak itt már felelősség van, mert itt előbb a Bencsik úr említette Goebbelset, és a Goebbelsi ideológia az hasonló, mint amit ők követnek, hasonló volt. Akkor is csak először még uszítgatták az embereket a rádión keresztül, akkor még nem volt televízió, aztán kivitték az utcára, aztán felhatalmazták őket, hogy vegyék el a kisebbségtől a vagyonukat, és aztán gyilkosság. Jó, mielőtt András reagálna, gyorsan még egy telefonálót hallgassunk, meg haló. Haló. Haló, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Haló! Tessék parancsolni, jó estét! Üdvözlöm az urakat! Igen. Hallgatjuk. Nekem lenne egy kérésem az a bajuszos fiatalemberhez. Igen. Tessék mondani, mert... Igaz az, hogy az ön felesége szovjet állampolgár volt? Tulajdonképpen, de most így végül is szívesen válaszolom. Tulajdonképpen önnek ehhez a világa semmi köze nincsen. Ez is az én személyes. Nem bántásból. Igen, de egyébként valóban kárpátaljai. Tehát így mondjuk lokalizálnám kárpátaljai a feleségem. De az akkor Szovjetunió volt, ma Ukrajna. Na, köszönöm, de na most én csak arra szeretnék kitérni, hogy hogy az újságjukba, ebbe a Demokratába egy olyan szöveget olvastam, hogy a szovjet hordák az angol hordákkal legyőzték a szegény németeket. Ezt jól olvasta, igen. Nem szó szerint idézte, de a hordák kifejezésem, de a veleje ez volt, igen. Most képzelje el ezt az összefüggést. Olvasta tovább, emlékszik a szöveg folytatása, vagy mondjam el én, hogy mégis honnan jön ez a mondat. Emlékeztetni... Érti, hogy én mire akarok kitérni ebbe? Érteni vélem, azért próbálok válaszolni rá. Megengedi? Hát kérem. Jó. Csak emlékeztettem az úgynevezett ázsiai szifiliszre, ami kb. 100 000 nőt tett tönkre, amikor a szovjet úgynevezett felszabadulás történt, a Davaj Csaszira, az abrálásra. Ez a felszabadítás kegyetlen volt. Másfelől egy nagyon híres amerikai író, Kurt Vonnegut írt egy könyvet 5-ös számú vágódi címen, ez Dresda bombázásáról szólt, ami tökéletesen fölösleges dolog volt. Emberek 10 000 elevenen elégtek részben a föld alatt, mert valami irtózatos lángtengerből pusztították el őket. Azok az emberek, azok a nők, öregek, gyerekek,
nem viseltek hadat, fölösleges és értelmetlen volt, nem egy ilyen bombázás volt. Mondhatnánk Hiroshimát és Nagasakit, tehát a háború az kegyetlen. Ez a kollégám, és ha megengedi még egy mondatot. Az én koncepcióm az, függetlenül, hogy itt mik hangoznak el, hogy a magyar demokrata egy olyan újság legyen, ami az embereket, akik erre hajlamosak és hajlandóak, gondolkozásra biztassa. Ez az én kollégám próbálta jelek szerint olyan heves ellenállást váltott ki, tehát ma már én is némi aggodalmat érzek, hogy jól tettük, de ő próbálta árnyalni azt a képet, amit erről az időszakról tudunk. Ez még egyszer mondom, olyan heves ellenállást váltott ki, hogy tulajdonképpen lehetséges, hogy ez nem volt szerencsés. De ami azt illeti, hogy a liberátorok, akik ugye a nevük szerint felszabadítók, hány magyar város bombáztak meg fölöslegesen. Tehát azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy ma már talán meg lehet mondani, hogy sokáig nem volt szabad, kötelező volt ünnepelni a szovjet hős felszabadítókat, hogy lehetséges, sőt biztos, hogy szörnyű lett volna az élet, hogyha a náci Németország egy világbirodalmat épít ki. De ugyanilyen biztos, hogy szörnyű lett az élet, amikor a szovjet hordák eltaposták ezeket a kelet-európai országokat. Tehát ennyit azért engedjen meg egy gondolkodó értelmiségének, hogy azt mondja, hogy nem ünnepel a felesleges vérontásért semmelyik oldalon, a győztesek oldalán sem. Erre csak annyit szeretnék válaszolni, hogy majdnem síró görcsöt kaptam most, hogy itt a Bencsik úr ezt elmondta, ezt a mesét Dresda bombázásáról. Csak a Bencsik úr miért nem foglalkozik azzal, hogy mit kerestek a németek a többi országban? Egész Európát előzönlötték az akkori Szovjetuniót, lebombázták Leningrádot, lebombázták Moszkvát, lebombázták Sztálingrádot, és ha már ennyire nacionalista, akkor miért nem foglalkozik azzal, hogy semmi értelme nem volt a németeknek és a nyilasoknak ellenállni a második világháború alatt, mikor Budapest alá jöttek Tolbuinék seregei és Malinovszky marsall seregei, de a nyilasok ellenálltak, lemondatták az akkori Horthy Miklós mi volt? Kormányzót lemondatták, utána fasiszta kormányt hoztak létre, és az utolsó katonáig ellenálltak, és leromboltatták ezt a gyönyörű város, mint Budapest. És hány nőt erőszakoltak meg a német és magyar katonák a többi országokba? Hány ártatlan ember pusztult el? Arról most ne is beszéljünk, hogy ugye a holokausztról 6 millió ártatlan zsidót elhurcoltak. Erről nem beszél a Bencsik úr, csak arról, hogy a szegény dresdai németeket lebombozták. Azokat, hogy lebombázták, az le kellett bombázni, mert el kellett pusztítani a sátánt. Nem lehetett, hogy a Hitler megmaradjon, és külön az ő országokat, ahonnan kiindult ez a veszedelem, ezt megóvják, ezt nem lehetett csinálni. Én ebben a vitában nem mennék bele, mert idők sincs már rá. Ez a mondat, hogy el kell pusztítani a sátánt, ezt azért nem tudom elfogadni, mert nagyon sok sátánt kéne most a világba elpusztítani annak érdekében, ezen a logikán haladva, például egy sátáni népírtás folyik jelen pillanatban Izraelben, és a nagyon kellemetlen asszociációkat ébresztően, hogy ezeket visszafordítanám. Én nekem egy megjegyzésem van ez a mai beszélgetéshez, amit meg kell tennem, mert nincs itt Lovas István, és nem tud védekezni mindazokra, ami elhangzott. Én, mikor Tasnadi Péter elmondta Lovas Istvánra vonatkozókat a dolgokat, egy olyan papírt tartott a kezébe, láttam, tehát nyilván nem titok, amelyeken a Szoxnut pecsétje van. Én most meg szeretném kérdezni, hogy hogyan jutottál ehhez hozzá? Szerintem ezeket ugyanis titkosan kezelik. Nem kezelik titkosan, ezt megkaptam az informátoromtól. És az ki volt? Hát azt nem fogom elmondani neked, mint ahogy te sem mondod el, hogy a te újságodnak kiadja az információit. De van egy informátorom, de akkor elmondom, hogy van egy személy, aki fel is hatalmazott rá, hogy elmondjam a nevét, és ezt az urat Vámos Györgynek hívják, és akkor elmondom, hogy Lovas Istvánról mit írt a Nemzeti Kultúra és Örökség Minisztérium már a Görgei Gábor miniszter úr részére. Azt írja röviden magamról, csak annyit szeretnék előre bocsátani, hogy Lovas István és a Péntek Esti Sajtóklub alantas tevékenysége ellen
ellen, melyet nyilván ön is jól ismer, folytatok küzdelmet a toll eszközével. Mellékelten elküldöm önnek a már eddig e témában megjelent írásomat, megjegyezni kívánom, hogy a jogeszközével szívesebben folytatnám-e harcot. Gondolom sokan mások is, de sajnos ma Magyarországon a holokauszt tagadása nem büntetendő. Segítségét szeretném kérni egy jelenséggel szemben, és ez a legfontosabb. Sok ezer hittestvérem és minden jóérzésű ember nevében Lovas István sajátságosan megtestesíti a barna veszedelmet a médiumokon keresztül, és senki nem tud vagy nem akar megányt parancsolni neki. A nyilvános szereplései mellett jelenleg fiatalokat is tanít a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és a Magyar Televízió Akadémiáján. Mindezt teszi egy olyan ember, aki erőszakos nemi közösülésbe vett részt, aki több bűncselekményt követett el, igen, és le volt tartóztatva, és ült a magyar börtönben 4 vagy 5 éve, teljesen mindegy. Ez az ember folyamatosan szitkozódik, folyamatosan uszítja az embereket. Meg lehet nézni minden egyes cikkét, rengeteg cikket elhoztam, ahol állandóan másokkal foglalkozik. Szeretnék Lovas Istvánnal reagálni. Senki nem foglalkozik. Röviden, uram. Nagyon röviden, mert szalad az idő. Tekintve, hogy Lovas István életét a magyar, az élet és irodalomban több héten vagy több hónapon át részletesen taglalták, én azt szeretném mondani, ha a Tasnádi Péter által Lovasról elmondott információk olyan pontosak, mint amiket rólam mondott, és olyan pontosak, és olyan mértékben hézagosak, amint ahogy az és által elmondottak kitűnnek, hogyha egy Vámos György nevű magát konzervatív zsidónak való személy, aki a Demokratában jelentkezett, és nagyon sokáig nálunk szerepelt, mert ő azt vallotta, hogy egy konzervatív, jobboldali beállítottságú zsidó ember, és igenis van közös nevezőnk, a konzervativizmus, és így tovább. Ez a személy ezt írja, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy tartok tőle, hogy lehetséges, hogy ezek a bizonyos dokumentumok nem biztos, hogy hitelt érdemlőek, mert nagyon nehéz el kell, hogy valaki a barna veszedelmet testesíti meg egyszerre, és egyszerre pedig aliázni akar. Nekem úgy érdem, hogy Lovas Istvánnal továbbra sincs gondom, pontosan annak tartom, aki eddig is volt. Egyébként írtó érdekes, hogy így beszélgetünk, történelmi távlatokban, és mindig úgy mással is, amikor beszélgetek, úgy mindig előjön, főleg ugye a ti műsorotoknál, hogy nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy akik ebben a péntek esti sajtóklubban vannak, ugye sokan úgy vélik, nem mindenki, de nyilván baloldalról, meg más ebbe a körbe tartozókról, sokan úgy vélik, hogy sok antiszemita kijelentés, vagy legalábbis ehhez hasonló kijelentés elhangzik, miközben a résztvevők valamilyen ilyen vagy olyan módon családi vonalon, vagy apai, vagy anyai ágon, de mégis kötődnek a zsidósághoz. Jó, erre csak annyit szeretnék válaszolni, mert az András, a Bencsik úr előbb elmondta magáit ezzel kapcsolatban. Én csak annyit szeretnék mondani a Vámos Györgynek a védelmébe, hogy a Vámos György, amit mondott, az igaz, mert nem őtől tudom, én több helyről tudom. Azt nézzük, hogy ebben a műsorban mit mondtam én. Azt mondtam, hogy a Bencsik úr Szovjetunióból hozta a feleségét, akkor még Szovjetunió volt. Mit mondott erre Bencsik úr? Igen, onnan hozta. Azt mondtam, hogy a Népszava munkatársa volt, a pártlapnak, a Népszabadságnak, még a MSZNP időben volt a pártrovatnak a munkatársa, ott senki más nem lehetett, csak igen kemény baloldali gondolkozású személy, ami nem baj. Kommunista érzelmi ez személy. Nem igaz. De ez igaz. De nem igaz. Egy pillanat, az igaz, hogy ott dolgoztál. Az igaz. Na ugye, az igaz. Hát akkor álcáztad magad, ellenálló voltál. Akkor én meg akkor azt mondom, hogy el lehet képzelni, hogy milyen ember az, aki árulóként dolgozik valahol. Mert arról beszélnek most, hogy a miniszterelnök, meg a rendőrkapitány milyen tiszt volt, meg milyen titkosszolgálati tiszt volt. Hát ő is akkor gyakorlatilag, hogy beszervezte saját magát a jobb oldalról, és ott volt, és álcázta magát a labba. Én szerintem azt szeretném mondani. Eltelt 12 év a rendszerváltozás óta. Szerintem jobb lenne megbékélni, sokkal jobb lenne, ha a sajtóklubban arról lenne szó, hogy hogyan lehetne egy jobb, szebb világot kialakítani ebben az országban, hogy lehetne segíteni valóban a szegény embereken, a gyerekeken, hogy lehetne támogatni a fejlődését a fiataloknak, és mondta, itt még a Bencsik úr, és erre reagálnom kell, hogy a vérebeimet uszítottam, vagy nem is tudom, hogy összegyűjtöttem a vérebeimet, hogy valami információkat, a csahos kutya. Hát így fogalmaznak jobb oldalról. Én azt mondom, hogy nekem munkatársaim vannak, nem csahos kutyáim,
András, röviden. Nagyon röviden. Mondtál két dolgot, amely muszáj vagyok reagálni a sajtóklub érdekében. A mondatodban két valótlan állítás volt. A sajtóklub tagjai nem tesznek antiszemita kijelentést. Ez az egyik, amit mondtam, hogy nagyon sokan vélekednek így. Hát ez egy téves vélt, tehát nem tesznek antiszemita kijelentést, és a másik pedig, hogy a sajtóklub tagjai nincsenek érintve a zsidóság által. Egyébként, ha volnának, ennek a világon semmi jelentősége nem volna. Uraim, lejárt a műsoridőnk. Jutottunk, amire jutottunk. Beszélgettünk is. Beszélgettünk, így van. És ez nem telefonáltam, ezt azért szögezzük le. Van. Majd akkor mondja a lovas úr, hogy telefonáltam, ha erre bizonyítéka van. A Jibás István ellenőrzik, és van felvétele. Hogy itt voltatok. Én is köszönöm, hogy köszönöm, hölgyeim és uraim. Bencsik Andrást és Tasnádi Pétert látták, hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.